Jövő időben. Gondolatok a fenntarthatóságról. Népvándorlás. Vannak, akik a szegénység elől menekülnek, míg mások a háború sújtotta térségekből próbálnak politikai menedéket kérni. A 21. századi migráció oly mértékű, hogy már modernkori népvándorlásról is beszélhetünk. A menekültek elsősorban a meggazdagodás és a boldogabb élet reményében hagyják el hazájukat. Próbálnak akár egy másik kontinensen új életet kezdeni. Magyarország az uniós és schengeni csatlakozás óta egyre vonzóbb célpont, de még mindig inkább tranzitállomásnak tekinthető. Felvetődik a kérdés, hogy a Magyarországon élő külföldieknek mekkora szerepük lehet a gazdaság alakulásában, és mennyire kell egy külföldinek asszimilálódni a Magyarországon. Nagy nyomás nehezedik Európára, egyrészt Afrika felől, tömegesen jönnek Lampedusa szigetére a menekültek, és az európai értékek és az európai közvélekedés az befogadó, és ezért ezeket a szerencsétlen embereket igyekszik befogadni. De van egy súlyos probléma, egy ponton túl ez a befogadás már nem működik, és ennek megfelelően kizárt dolog, hogy ne merüljenek fel feszültségek. Nagyon nehéz korrekt módon kezelni ezt a problémát. Én azt hiszem a legtisztességesebb megoldás az lenne, hogy ott segítjük a különböző népeket, ahol éppen élnek. Világviszonylatban hazánkban az egyik legalacsonyabb a bevándorlók aránya. Nehéz pontosan megbecsülni, hányan élhetnek Magyarországon, de kb. 150-170 ezer főre tehető a számuk. A bevándorlók kétharmada még mindig a határon túlról érkező magyar nemzetiségűek, de jelentős a kínai, szíriai, törökországi és nigériai bevándorlók száma is. Kínából elég sokan érkeznek. Én szeretem a kínaiakat, dolgosok, és megmondom azért meg különösen, hogy a gyerekek rögtön megtanulnak az iskolában magyarul, és tökéletes magyarsággal énekelnek, amikor esetleg a magyar népi táncokat járják. A bevándorlók magukkal hozzák saját kultúrájukat, vallásukat, szokásaikat, és sok esetben szoros közösségekbe szerveződnek. Többnyire olcsó konkurenciát jelentenek a helyi munkaerővel szemben, ami további konfliktusok forrása lehet. Magyarországra ez kevésbé jellemző, mivel hazánk gazdasági szempontból nem számít vonzó célpontnak. A környező országokban is hasonló mértékű a bevándorlók száma, de sajnos a népességfogyás üteme Magyarországon a legnagyobb. Egyre nagyobb mértékben öregszik a társadalom, a munkaképes lakosság és a foglalkoztatás szintje pedig csökken. Az OECD tanulmánya szerint a következő 10 évben a megfelelő számú bevándorlók nélkül Magyarországon csökkenhet legnagyobb mértékben a munkaképes lakosok száma. Nagyon örültem neki, sokat jelentett, hogy végre magyar állampolgár lehetek, bár egyébként itt születtem, de ugyanúgy érzem magyarnak magam, mint ahogy vietnáminak is, és ezért nekem ez fontos volt. Meg szoktuk tartani a vietnám ünnepeket is, és a magyar ünnepeket is, tehát hogy nálunk is ugyanúgy van karácsony, fenyőfa ajándékozás, ez nálunk is ugyanúgy megszokott. Néha vietnámi kaját főz anyu, néha magyart, én is tudok vietnámi kaját is főzni, és magyar kaját is, úgyhogy megtartjuk a vietnámi kultúrának a fontos ünnepeit, meg eseményeit, meg mindent, de ugyanakkor meg a magyar kultúrát is, úgyhogy ez összhangban van. A világon összességében körülbelül 180 millió migránsról beszélhetünk. A társadalmak többsége, így a magyarok is elutasítóak a bevándorlókkal, bár Magyarország esetében komolyabb konfliktusokról nem beszélhetünk. A demográfiai robbanás, a klímaváltozás és a termőföldek erőteljes csökkenése újabb lökést adhat a népvándorlásnak. Globalizálódó világunkban amúgy is egyre nő a szakadék a gazdag és a szegény országok között. A szegény országoknak egyre kisebb az esélyük a felzárkózásra, ami további, tömeges kivándorlást indíthat el a gazdagabb országok felé. Hogy lesznek ezek túlélők? Valami itt korcsosul? Kérdezném, hogy 100 év múlva ki tud majd itt magyarul?